A film szereplői és története a képzelet szülöttei. Bármilyen egyezés valóságos élő vagy holt személyekkel, csupán a véletlen műve. Magyar hangok. Sörös Sándor, Lux Ádám, Ábrahám Edit, Bácskai János, Pusztaszeri Kornél, Kenderesi Tibor, Balog Erika, Kovács István. A piros cipellők. Hans Christian Andersen meséjének filmváltozata. A forgatókönyvet írta Pressburger Imre és Case Wintel. Fényképezte Jack Cardiff. Magyar szöveg Frigyes Katalin, hangmérnök Gyapjas Károly, rendezőasszisztens Kléner Gizella, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Dr. Márkus Éva. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Hangkép Szinkron csoport készítette. Zenéjét szerezte és a Royal Philharmonicus zenekart vezényli Brian Eastdale. A balett koreográfusa Robert Hartman. Karmestere Sir Thomas Beecham. Rendezte Michael Powell és Pressburger Imre. A zeneakadémisták, uram, megvadultak! Eresszék be őket! Utánom, gyerekek! Gyerünk, gyerünk! A bestiát! Vadállatok! Foglalom a helyet! Sehol egy lélek. Hát, ilyen korán. Érsz? Teré. Kösz. 3/4 órával később. Sem látom. Műsor, tessék! Kettőt legyen szíves. Egyik az enyém. Közpajtás. Nézz körül, teltházunk van. Csak aztán jó legyen az öreg Palmer zenéje. Biztos, hogy jó, ha egyszer Boronszkaja vállalt benne szerepet. Borom, mi? Miért? Ki az a Boronszkaja? Miután 6 óra hosszat tülekedtél érte, hogy táncolni láthasd, alig hinném... Nem azért jöttem, hogy lássak.
Hallani akarok. Mit ismertek Palmer professzortól? Semmit. Semmit? Majd most. Itt áll a műsorban. Tüzes szív, zeneszerző Andrew Palmer. A mi tanárunk a konziban. Úgyhogy csak igyekezzék ez a boróka. Ha akarna, se tudna rossz lenni. Itt van Palmer! 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 Lepottam! Lepottam! Palmer! Őt is ismerjük. Ez Skeeter rapszódiád, ugye? Hát persze, a te rapszódiád, a maestózó tétel. Furcsa véletlen. Mutattad neki? Mindent megmutatok neki. Csak nem képzeled, hogy elloptam. Persze, hogy nem. Isabel Neston grófnő. Kedves Palmer professzor, szívesen látom előadás után egy kis fogadáson. Hozzá el Mr. Lermontovot is. A hölgy a művészetek pártolója. Viki? Viki? Lermontov eljön. Te hiszed, ezt is te írtad? Úgy van. Thank you.
Engedjék már, hogy ezért jöttem. Bocsánat, szabad lesz? De ez válsó. Professzorom, olyan büszkék vagyunk magára, remélem ön is elégedett. Nagyon kedves, Lady Neston, Monsieur Lermontov. Végre megismerhetjük a nagy embert. Enchanté, madame. Nem ismertem remélni, hogy sikerül becserkésznem, egészen ön hitté tesz. Ha rázendít egy kövér banya, én megyek. Nem bírom az amatőröket. Ettől itt nem kell tartania. Hát akkor? Lady Neston unokahúga táncos nő. De hivatásos. Rögtön, professzorom, az Istenért fel ne álljon, Mr. Lermontov. Tehát, készüljön fel egy kis meglepetésre. Kellemesre vagy kellemetlenre? Nos... Elárulhatom, az unokahúgom fog táncolni nekünk. Melyik csoportba sorolja? A kellemetlenbe. Hát ez legalább egyenes beszéd volt. De higgy el, Mr. Lermontov, nem merném műkedvelő produkciókkal untatni. Az unokahúgom már prima balerina. Kitűnő kritikákat kapott. Ön szerint mi a balett Lady Neston? Hogy mi? A mozgás költészetének is szokták mondani. Mások vagy... mondhatják, de nekem sokkal több ennél. Nekem a tánc a vallásom. És alig ha alkalmas vallásgyakorlás céljaira ez a környezet. Szentségtörés. Ugye megbocsát? Arcátlan szép fiú! Pezsgőkoktélt kérek. Igen, uram. Egy pezsgőkoktélt. Igenis. A fogadásokon kötelező a vidámság. De nekem nehezemre esik. Bár én most sokkal rosszabbtól tartottam. Csak nem. De bizony nagy volt a veszély. Oh. Köszönöm. Úgy volt, hogy egy kis táncmutatványban lesz részünk, de úgy látom, megúsztuk ezt a borzalmat. Mr. Lermontov, én lettem volna a borzalom. Nem késtem el a helyesbítéssel? De, kicsit elkésett. Hát sajnálom, rettentően sajnálom. De azért örül, hogy nem táncolok. Szabad tudnom miért? Azért, kedves... Victoria Page. Kedves Miss Page, ha elfogadok egy meghívást, nem szeretem, ha próbajátékon találom magam. Jó, igaza van. Miért akar táncolni? Miért akar élni az ember? Nem tudni pontosan miért, de... muszáj. Én is ezt. Jöjjön! Hova? Beszélgessünk. És ha nem szeretek beszélgetni? Ne féljen, majd én szóval tartom. Mr. Lermontovot keresem! Nem lehet, kérem! Ki volt az, Dimitri? Egy fiatal ember, bizonyos Craster. Százszor volt már itt ma reggel, százszor mondtam, hogy a mester alszik. Nem hiszi.
Vagy te hazudsz ügyetlenül, vagy ő gondolkozik helyesen. Vezess be és hozd a reggelit. Mr. Cluster. Mit tehetek önért, Mr. Cluster? Ne haragudjon, Mr. Lermontov, de nekem ez nagyon fontos. Igen? Az éjjel írtam magának, de buta levél volt. Kérem, adja vissza. Olvasatlanul. Vagy úgy? Az volt az. Sajnálom, Mr. Cluster, de már feltéptem. Mr. Lermontov, kérem. Ön Palmer professzor növendéke. Írt már egy vonós négyest és egy zongora versenyt. Igen. Nagyon érdekes. Játszana nekem valamit a saját szerzeményeiből? Természetesen, ha óhatja. Ez egy kis zongora etűd. De átírom nagy zenekarra, hogy majd betegyem az operámba. És abba hagyja. Figyelemre méltó darab. Remélem nem vette el az étvágyát. Egy pillanat. Épp újkor repetitort keresek. Érdekli esetleg? Hogy én? Hogy engem? Eleinte persze nem tudok sokat fizetni. Heti 8 font és költségtérítés. Tökéletesen megfelel. Helyes. Akkor reggelizem meg és irány a Covent Garden. Köszönöm. Ami a levelet illeti, Mr. Cluster. Ha rám hallgat, most rögtön darabokra tépi, és kitörli az emlékezetéből. A tüzes szívet maga írta, igaz? Nézze, Mr. Cluster, ilyen néha akaratlanul is megesik. Tudom, de azért van egy nagy tanulsága. Rosszabb annak, aki más művét ellopja, mint annak, akitől lopták. Minden jót. Eljött hát a nap, még egy kicsit. Mindig győzni fog a rosszon. Adom. Ez a sírint felém, a siker kapujában, a Covent Gardenben, csak én rám várnak. Köszönjük szépen. Nagyon kedves. Rendben van. Tessék meghozni. Hát persze, hogy kerestem, kétszer is hívtam. Vigye, fiam. Állj, hova tetszik? A színpadhoz erre. Neve? Julian Cluster. Hogyan? Julian Cluster. Igen. Nincs rajta a listán. Ebédnél írunk? Jó. De kérem, engem berendeltek, nagyon hogy... sajnálom, de nem engedhetem be. Nem kényszerít, hogy visszaélek. Jó reggelt, George. Ó, bonjour, madame. Hogy van, madame George? Ó, szegény asszony, très jalouse. Nagyon zsalúz a fotográfiák miatt, kompli? A levelei. Tudja, hogy átkutatták magáért egész Londont? Én is azt mondtam. Uram, meddig várakozhat még itt? Küldök egy ügyeletesért. Hogy hívják fiatalember? Julian Cluster. Mr. Lermontov rendelt ide.
Julien Kressz... Craster. Craster? Kérem, George, a fiatalembert Monsieur Lermontov hívta, legyen szíves, engedje be. Ça va, felőle, madame? Ça va, menjen. Jöjjön, fiatalember. Est-ce que vous... Comment? Ön táncol? Igen. Értem. Este, délelőtt nem mindig. Én nem nagyon értek a tánchoz. De azért művész? Igen, zeneszerző vagyok. Ah, és kit keres itt? Nem tudom pontosan. Mind ott vannak bent, válogasson. Bocsánat, ki itt az ügyelő? Sejtem, nem sincs bajtás, de vannak páran, akik annak tartják magukat. Ki itt az ügyelő, elnézést? Engem hiába kérdez, fiatalember, én csak egy anya vagyok, és ügyelni végképp nem hagynak. Megmondaná, ki ügyel itt? Mire? Mr. Lermontov mondta, hogy jelentkezzem. Minek? Alkalmazott. De nem táncosnak. Nem. Allons, mes enfants, au boulot! És? Mr. Lermontov ezt itt odébb akarja. A tervben így van, és így is fog maradni. Maga tudja, Mr. Ratov. Merci. Bevonult a nagy Boronszkaja. Na végre. És ma mindösszesen 43 percet késett. Gratuláljak a bámulatos eredményhez! Az én türelmemnek is van határa, Irina. Megmondom Lermontovnak, hogy nincs a világon akkora színház, hogy elférjünk benne mi ketten. Te, meg én. Megyek is csomagolni. Nem olyan sietős. Lehet, hogy Lermontov engem küld el. Amilyen bolond ember. Ha elküldenek, veled megyek, Grisha, drágám. Jó lesz. Kukucska. Ki maga? Victoria Page. Azt hiszem, Mr. Lermontov már beszélt rólam. Ő hívott be, hogy... Na nem, ez már sok. Ő behívja, én betanítom. Én kirúgom, ő mossa kezeit. Szerencsétlen ifjú hölgy. Fáradjon oda abba a távoli sarokba, ahol már 5 sorstársa kuporog, akik szintén Mr. Lermontov nyájas vendégszeretetét élvezik. Jackie! Jackie! Ankor! Kis figyelmet! A tüzes szív első jelenetét szeretném látni. Akik nem érdekeltek, hagyják el a színpadot. Gyerünk, gyerünk, fiúk, le a színpadról, felkészülni! Ez legyen? Jó, nekem tetszik. Hova, hova, kedvesem? Beszélnem kell Mr. Lermontovval. Nem volna jobb, ha megvárna, hogy befejezzék a próbát? Ó, nem. Tudja, én őt személyesen ismerem. Vagy úgy. Ez természetesen egészen más eset. Ratov! Tessék, Boris! Maradj csak, majd én felmegyek. Mr. Lermontov, én... Szervusz, Ratov! Szervusz! Csinálni kéne valamit ezzel a díszlettel. Tegnap a lányok meg sem tudtak mozdulni. Ljubovnak volt igaza. Haha, Ljubov! Jó, jó, neki mindig igaza van. Komolyan gondolod? Igen. Jó, jó, vigyétek innen, vigyétek! Tudja, kedvesem, Mr. Lermontov nagyon elfoglalt ember. Miért nem áll be szépen a sorba és dolgozik együtt a többiekkel? Szergej Szergejevics! Tessék! Ismeri személyesen vagy a munkái révén Julien Krastert, a zeneszerzőt és karmestert? Nem! Én sem. Amiből az látszik, drága barátom, hogy szánalmasan lemaradtunk. Íme itt van ő. Lermontov ma délelőtt felvette. Thank you.
Bon de Jamp. És? Köszönöm, elég. Kérem, uraim, a 29-estől. Már elég lesz. Köszönöm, uraim. A részfúvósokat vegye elő, Craster. Majd holnap. Soron kívüli zenekari próba minden hangszernek 9:30-kor. Pontos megjelenés. Julian Craster, másodkarmester. Uraim, bocsássák meg, hogy ilyen korán behívtam önöket. De hangról hangra ismerem ezt a balettzenét, és nem bírnám elviselni, hogyha... Egy-két ponton javítanunk kell. Tehát kezdjük a tüzes szív nyitányával. Az elejétől... Ja, és a trombitások. A belépésük után a második ütemben esz van a kottájukban? Nem, nálam sima é. Hát egy kis különbség. Esznek kell lennie. Akkor előről... Uraim, tudom, hogy az ajkak még nehezen engedelmeskednek ilyenkor, de kezdjük egyszerre. És pianissimo. A vonósok is. Oboa A. Előről kérném. Tudhatnám, hogy mi folyik itt? Azt kell gondolnom, hogy elment a józan esze. Tudja maga, hogy ezt a plusz órát valakinek meg is kell fizetni? És miért próbálja tüzes szívet? Ki bízta meg vele? Válaszoljon, nagyon érdekel. És hát, biztosra veszem, hogy Mr. Lermontovot is érdekli. Nos? Tetszik nekem. Tetszik? Nem kétlem, hogy tetszik a nemzeti himnusz meg a Marseillaise is. De azért nem rendeli be a zenekat hajnalonta, hogy gyakoroltassa e nemes dallamokat. Átadom önnek a fiatalembert, Mr. Lermontov. Az ön felfedezetje, nem az enyém. Mr. Craster, arra kell kérnem, hogy a jövőben kissé fékezze szárnyaló ambícióit. Hogy miért éppen a tüzes szívet választotta virtuskodása tárgyául ekkora órán? Jó napot, uraim! Jó a napot. Számomra megfejthetetlen. Jó napot rejtély. Kívánok, Mr. Lermontov! Láthatnám azt a hibással leírt kottát? Uram! Azért vannak ebben olyan részletek, melyekért senkinek sem kell szégyenkeznie. Köszönöm, Mr. Lermontov! Jó napot, Miss Page. Ó, jó napot, Evans. Lord Oldham is itt van. Igen, kisasszony. Csak óvatosan. Szervusz, Peter. Szervusz, Vicky. Hogy kerülsz ide? És te? Együtt ebédelek Boris Lermontovval, tudod, az a balettos. Ó. Üzlet vagy barátság? Ez is az is. Kis séta a külvárosban? Ne aggódj, Grisha. Háromra épségben visszahozom.
Hogy van, madame? Szava. Hello, Peter. Megvárakoztattunk? Nem, dehogy. Boris, hadd mutassam be a hölgyet. Vicky Page. Örvendek. Elvihetünk valahová? Nem, köszönöm. Szabad, Miss Page. Szombati matiné. Fellép Victoria Page a hattyúk tavában. Csak egy alkalommal. Jó. Felléphet. Reggelt a bájos ifjú hölgyeknek. Remélem olyan jókedvűek, amilyen szépek. Csak néhány szóra kérettem ide önöket. Mint tudják, a balett szombaton Párizsban utazik. Álmodni sem tudnék szebbet, mint hogy velünk tartanak valamennyien a turnén. De ezt az örömet megtagadta tőlem a sors. Azoknak, akiket sajnálatos módon itthon kell hagynunk, csak egyet mondhatok. Ne veszítsék el a kedvüket. Az, hogy most nem jöhetnek velünk, nem azt jelenti, hogy gyenge táncosok, csupán arról van szó, hogy nagyon kevés helyet biztosítottak számunkra. Tehát álljon ki, Miss Fénvén Hardiman Lavitt. Igen. És hadd köszönje meg az egész évi szorgalmukat, és hadd tolmácsoljam Mr. Jubov elismerését. Igen, és talán jövőre viszont látjuk egymást. Minden jót! Vicky, utazunk! Si tu avais vu la bombe Morozkaya, un ange, des entrechats, tiens, comme ça. Oh, elle touchait pas la terre. Sans blague. Lermontov balett, Giselle, tüzes szív, furcsaságok boltja. Ruhapróba a Giselle második felvonásához az előadás előtt 18 órakor.
ez a mi? Menyasszony vagyok, és nem sokára férjhez megyek. Ó, drága gyermekem! Szívem mélyéből kívánok sok örömet, boldogságot! Irina, te kis szörnyetek! Sok boldogságot az új partnereddel! Merci, de Grisha, hol van Grisha? Jövök, Irina! Grisha, kedves, most gyűlölsz! Nem tudlak gyűlölni, Irina. De hogy tudnék megbocsátani? Ah, megbocsátasz, én tudom. Ne veszek egy annyit szegény férjeddel, mint a karmestereddel. De hol van Boris Lermontov? Egy szava sincs hozzám. Boris! Hiába. Nincs szíve. Gonosz. André! Mr. Craster, feladatot kap. Remek. Jól látom, hogy egészében véve jól érzi magát nálunk. Hát... Mi a baj? Egy zeneszerző nem korrepetitoriálásról álmodik. Attól tartok, hogy a mostani ajánlatom sem fog megfelelni az álmainak, de azért talán nem fogja a tehetségéhez méltatlannak találni. Itt egy balett, a piros cipelők. Andersen mesélje. A piros cipelők. Hogy mondja, uram? A piros cipelők mese balett, egy Andersen mese feldolgozása. Egy lányról szól, akinek leghőbb vágya, hogy elmehessen a bálba piros cipőben. Megkapja a cipőt, elmegy a bálba. Eleinte minden jól megy, és a lány boldog. Aztán vége a bálnak, a lány elfáradt, és haza akar menni. De a piros cipő fáradhatatlan. Egy pillanatra sem nyugszik. Kitáncol vele az utcára, végig táncoltatja hegyen, völgyön, árkon, bokron át, táncol éjjel és nappal. Átszökel az időn, a szerelmen. Átszökel az életen. De a piros cipő táncol tovább. És mi lesz a vége? A lány meghal. Igen, már emlékszem. A zenéjét Felipe Bertran írta nekünk még tavaly a dél-amerikai turnénk alatt. Amit megjelöltem a kottában kék ceruzával, az rossz. Az a kérdés tehát, hogy volna-e kedve ezeket egy kicsit átdolgozni? Kap rá időt. Nem kell sietnie. Köszönöm. Végig, zsöviem! Köszönöm. Micsoda formában van? Többé nem érdekel, hogy milyen formában van. Nem érdekel egy prima balerina, aki olyan idióta, hogy férhez megy. Ó, Boris! Hogy szabad? Kiesett. Vége. Nem lehet két úton járni.
Az a táncos, aki a szerelem kétes biztonságára hagyatkozik, nem lehet nagy. Soha. Ez mind szép és okos, de az emberi természetet nem lehet megváltoztatni. Azt nem. De van más megoldás is. Meg kell tagadni. Alors, vous êtes entendu, hein? Vous donnerez à boire à tout le monde avec les compliments de Monsieur Leboff. Moi, je suis Leboff. Boris. Adieu. Hát, Irina, mostantól addig alszol, ameddig csak akarsz. És nappal süteményt tehetsz, este bálokba járhatsz. Már szabad? És te, most már nyugalmad lesz. Időben kezded a próbát. Nincs többé veszekedés, nincs többé lámpalázas hisztéria. Nincs többé, Irina. De régler le nouveau dispositif de lumière. Il est au point. Oh, monsieur Lermontov, cette histoire de mort. Miss Page? Kimerítő volt az utazás? Elég kimerítő, de nem vagyok fáradt. Monsieur, je vous présente mademoiselle Page. Monsieur Boudin, le directeur général de l'opéra. Enchanté, mademoiselle. Monsieur Rideau, le régisseur. Tett már látogatást Monte Carlo-ban, mademoiselle? Igen, tavaly voltam itt a nagynénémmel. Ó, akkor ismeri az Hotel de Paris-t. De úgy tudom, most nem ott fogok. Ott száll meg, érezze jól magát. Kedves Miss Page, ha szabad az estéje, kocsit küldök magáért 8-ra. Boris Lermontov. La voiture de Monsieur Lermontov vous attend, Miss Page. Bonsoir, mademoiselle.
De ki öltözött az értekezletre? Jó estét. Értekezlet lesz? Inkább marakodás. Már egy órája tépik egymást. Á, Miss Page! Fáradjon be! Megkaptam az üzenetét, Mr. Lermontov. Itt vagyok. Miss Page, azért kérettem ide, mert bemutatóra készülünk. Úgy döntöttem, hogy próbát teszünk magával, megkapja a főszerepet. De van valami, amiről tudnia kell. A képességeibe vetett bizalomban nem osztoznak velem a kollégák. Mindazonáltal fölösleges hangsúlyoznom, hogy bármi legyen is a személyes véleményük, legjobb tudásukkal támogatják, a többi magán múlik. Hát, Miss Page, ennyi. Holnap kora reggel kezdjük a munkát, de most ne törje sokat a fejét, gyorsan bújjon ágyba. Igen, megyek. És Miss Page? Sok sikert. Köszönöm. Na, mit mondott? Szerepet kapok. Az új balettben. Új balett? Melyik? A piros cipellők. Hallja ezt, Mr. Craster? Borzalmas! Hát, én ezt nem írtam át. Miért nem? Nem volt megjelölve. Az ilyen borzalmat nem kell megjelölni, magáért beszél. Vannak ötleteim a javításra. Hol, drága barátom, nekünk partitúra kell. Szabad lesz. Ez a templom jelenet. Hagyjuk a himnikus zengést. Vegyünk egy egyszerű korált. Valami ilyesmit. Arra gondoltam, közben megkondulhat a harang. Belépnek a vonósok. Jön a rendőr, átveszik a fúvósok. Pam, 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 pam. Megmutatom a táncmotívumot. Köszönjük, Mr. Craster, elég! Írja át az egészet. Új partitúrát kérek. Parancsoljon, Mr. Lermontov. És a hangszerelés? Mikorra kell? Tegnapra. Méltó munkát akart, hát dolgozzon, és ne kerüljön a szemem elé, amíg kész nincs. Meg lesz! Miért van még fent? Ó, rám ijesztett. Azt akartam. Már aludnia kéne. Igen, tudom, de olyan izgatott vagyok. Kiszöktem egy kicsit. Mikor? Észre se vettem. Köszönöm. Maga talán figyelt rá? Szintén ágyba parancsolták? Nem. Az új balett zenéjén dolgozom. A piros cipellők. Én is abban lépek fel. Igen, azt hiszem. Milyen érzés lehet, ha egy napon arra ébred az ember, hogy híres lett? Nem tudja meg egyhamar, ha még sokáig beszélgetünk itt. Hát, sok sikert. Magának is.
sokat visz bele! Szólj rá, Grisha! Törődj a magad dolgával! Velem fog táncolni, és a vásári jelenet ezután jön. Az lesz a neheze! Ha itt mindent belead, nem fogja győzni. Ennyit igazán tudhatna. Ő még nem olyan bölcs, mint te, Iván Ivanovics. Te sohasem vetted be magad teljesen a bemutató előtt. Meghoztam a jelmezterveket, Boris. Egy pillanat, foglalj helyet. Nem jó, Mr. Jubov, csináljanak valamit a zenével. Korán kezdi a piruettet. Rossz a tempó, túl gyors. A tempó jó. Az bizony. Kérem újra. Jó lesz a kislány. Reménykedjünk. Fenntartod az aggályaidat? No, hát nem mondom bájos gyermek, de... Nem tudom, mennyire bájos, és nem is érdekel. De bármibe lefogadom, hogy nyílt színi tapsot kap. Ugyan, Boris. Szergej, fogadsz velem? Elég, elég. Miss Page, a piros cipellős lány maga a megtestesült szépség. Ha rezegteti a karját, mint egy szárnyaszeget holló, és rogyadozik a lába, mint egy kivéhet igáslónak, nem valószínű, hogy nagy sikere lesz. Na jó, ha nem bánom, áll a fogadás. Hadd látom a rajzokat. A lány. Ebédszünet. 2-kor találkozunk. N'y fais pas attention, mon petit. Ce Lubov est un animal. Un verre d'eau, s'il vous plaît, Marie. J'aurai dans une seconde. Még mindig hisz bennem? Úgy látom, pillanatnyilag a maga hite rendült meg. De majd 2 hét múlva a bemutatón az egész roppant könnyű lesz. A könnyűséget csak a test és a lélek irtózatos erőfeszítésével érje az ember. Árt a légzéstechnikának. Intézkedtem, mától az irodámban ebédel. Craster? Garson, tálalhat. Üljön oda az asztalhoz. Merci, Mr. Craster az zongorához. Mindig zenekísérettel étkezik, Mr. Lermontov. Nem, Miss Page, én nem. De magára ez a sors vár a következő 2 hétben. Mr. Craster a piros cipellők zenéjét játsza magának reggelihez, ebédhez és vacsorához a bemutatóig. Értem. Mert így alaposabban megismerkedik a zenével. Elkerülhetetlen lesz. A zene nagyon fontos. Mindennél fontosabb, ha? Mr. Craster? Feltétlenül. Bon appétit. Vannak zenészek, akik éttermekben játszanak. Vannak. És maga? Volt idő. Ne haragudjon, de ezt most hagyjuk. Ez a jó tempó. Akkor vegyük a báltermi jelenetet. Könnyebben nem észhető. Bálterem nem lesz, kihagytuk. A balettből? De nem a zenémből. Ezt a táncot egy bálterembe szántam, aki egy kicsit is konyít a zenéhez, bálteremben képzeli. Még Lermontov is bálteremben látja, még maga is. És amikor majd a partnere magasba emeli a zenémre, átformálódik, meglátja. Mi leszek? Virágszál, szélben lengedező. Az égbolton úszó felhő. Szárnyaló, fehér madár. Mesélj a ratodnak.
Az ő kellékei lebegnek ilyen könnyedén. És maga? Ha balettáncos lenne, akkor tudná, hogy... Egy pillanat! Hogy... Nincs fontosabb, mint az én zeném! Tudja, elég nehéz a föld fölött lebegni, ha az ember nem madár vagy virág. Nem fél túlzottan ettől a bemutatótól? De harcolni kell a közönségért. Az én zenémmel győzni fog. 9:30-kor jelmezes főpróba a zenekarral, ebédszünet nincs. Jubov. Poronmester és maga nem cirkusziló. Túl gyors. Nem igaz, csak maga képtelen felfogni. Folytassák a próbát mind a ketten. Képtelen felfogni, hogy meg kell várni a lassú rész végét, és csak utána kezdhet piruettezni. A leütés szünetet jelent. Egyet értünk, uraim? Nesfá? Maga a második leütése jön be. Hülyeség. Egy, két, tam, tam. Ilyen egyszerű. Látja ezt a pálcát? Látom. Akkor kövesse! Sok szerencsét! Sok szerencsét! Viki! Viki! Diktálja a tempót, megyek maga után. Iván! Le kell mennünk, Craster! Sok sikert, Mr. Craster! Köszönöm, Mr. Lem. Ideges? Nem. Jöjjön már! De ha... Mi az ördög ereganyjától fél? A zenéje jó. Jó. Mestermunka, bár csak én. Na menjen. Cipellők. Nincsenek meg a piros cipellők! Rido! Monsieur Rido, hova tette a piros cipellőket? Ne haplacsoljon itt nekem! Itt volt és most nincs! Biztos vagy benne, hogy nem te tetted el? Nem. De igen! Én bolond! Boris, kérlek, ezt nézd meg! Elefántok, otromba elefántok, tönkretették a díszletemet, ezt nézd meg! Nyugalom, Szergej! De az ajtó, hát nem lehet becsukni az ajtót! Majd tartja valaki! De ki, kicsoda! Akárki, akinek nincsen más dolga! Dimitri, intézkedjék szíves! Sok sikert, Miss Pécs! Elfelejtettem, mikor lépek be! Csak hiszi, hogy elfelejtette. Ehhez mit szól? Igen, ez az. Ha hallom, akkor jó. Nem kétséges, hogy hallani fogja, de hát nem kétséges, hogy jó lesz. A zene a legfontosabb, mindennél fontosabb. Ha nem bíznék magában, idegeskednék. Idegesnek lát? Nem.
Ne a közönségnek táncoljon, hanem Ljubovnak, Ratovnak, nekem, akik már ezerszer láttuk. Én kezdettől hittem magában, de ma már a többiek is hisznek. Táncoljon ma este azzal a régi tűzzel, ahogy csak egyszer láttam eddig. A Mercuryban. Igen, a Mercuryban, Londonban. Egy esős szombat délután. Boris! Megyek. Minden jót. Maga egy bűvész, hogy elővarázsolta ezt az előadást a semmiből 3 hét alatt. Drága barátom, nincs az a bűvész, aki nyuszit húzna elő a cilinderéből, ha előzőleg nem volt benne. Csak 300-an férnek a teremben. Ma este az Albert Hallt is megköltenék. Fogadni mernék. Ami itt ma este történik, arról az egész világ beszélni fog. Derék, fiú. Rideau!
Szava? Most fennhordja? Mármint az orrocskáját. Hó, micsoda tapsvihar, éjjelzés, rózsák. Ez mind semmi. De ha én, aki láttam Pavlovát is táncolni, én azt mondom, nem rossz, na nem azt mondom, hogy jó, de nem rossz. Az már valami. De megsúgom az igazat. Nagyon jó volt. Köszönöm, Mr. Jubov. Én Grisa vagyok. Én meg Viki. Tegeződjünk, kisasszony. Egyenesen, jó? Boris Lermontov látni akar. De hogy épp próbaidőben... Csöndet! És? Hajlít! Újabb táviratok! Hello? Igen? Ki beszél? Monsieur Lermontov! Une seconde, je vous en prie! Nem, a legjobbkor is, nagyon köszönöm. Egy csöppet sem zavar. A gratulációra mindig van időm. Monsieur Lermontov! Laissez-moi vous voyer, que je téléphone! Ó, szívemből beszél, a zene nagy trúvá. Monsieur Lermontov! Kiváló zenei anyag. Monsieur Lermontov, elárulná a zene szervezőnevét! Monsieur Craster, beszélhetnek vele. Monsieur Craster? Igen. Monsieur Lermontovnak hívta a balett. Szerződése van vele, már írja is a legújabb darabunkat. Remek lesz. Csupa Derű és Báj, a szép Molnárné. Marcel Lucien szövegére. Vigye innen. Igen. Ó, de pompás szerepe lesz benne. Au revoir, cher madame. Nem, ez már a jövő év van. Drága mester, el vagyok ragadtatva. Au revoir, monsieur. Nem, ő az. Merci beaucoup. Igazán nagyon örülök, hogy felhívott. Nagyon örülök, köszönöm. Nincs több telefon, nincs több gratuláció. Mon cher ami, au revoir, minden jót, Isten önökkel. Csak egy aláírás, monsieur Lermontov. Kérem készséget, tessék. Á, kérem, uraim, vége a fogadásnak. Mr. Craster, köszönöm, jó volt, büszke vagyok magára. Csak azt akarom megkérdezni, majd hogy... máskor, Mr. Craster, engedelmével. Á, a szép Molnárné tud franciául? Egy kicsit. Olvass el, és majd megbeszéljük, most menjen. Mademoiselle Page. Jöjjön csak, Miss Page, jöjjön. Üljön le. A jövőjéről kell beszélnünk. Amikor megismerkedtünk Lady Nestonnál, maga megkérdezte, miért akarok élni, én meg azt feleltem, mert muszáj. Pedig én ennél többet akarok, sokkal többet. Alkotni akarok. Nagyságot teremteni a jelentéktelemből. Nagy táncost nevelni. Magából. De előbb válaszoljon ugyanarra a kérdésre. Miért akar élni? Csak hogy éljen? Hogy táncolhassak. Még 2 hónapig maradunk Monte Carlóban. Nem sok idő, de elég. Aztán jön a turné. Róma, Bécs, Kopenhága, Stockholm és Amerika. Jövőre vissza Londonba. Csupa pompás szerep. Coppelia, Hattyúktava, Giselle, Csipke Rózsika, Lucile Fit La Boutique, mindet felújítom magával. Táncolhat. Meghódíthatja a világot. Maga lesz... Egy szót se. Itt én beszélek. Maga csak táncoljon. Oh, quelle saison, mais c'est inouï. Et toujours Victoria Page. Oh, Victoria Page, vous avez là une vedette de premier ordre, Lermontov, de premier ordre. Jó hét, Boris. Jó hét, Grisha. Nem rossz a kislány. Egész jó volt. Nem rossz, egész jó. Egy istennő, mirákl, un coiffier. Nem tudod abba hagyni, Grisha? Jó éjszakát, Boris. Jó hét, Szergej. Káprázatos volt Viki a butikban. Egy igazi, bűbájos kicsi pásztorlányka. Hűbályos. Át kéne építetni a színházat. Mi baj vele? Az, hogy kicsi.
Jó éjszakát. Szervusz, Livi. A ritmus érzéke kész csoda. Igazodj hozzá. Jó éjszakát, Grisa! Jó éjszakát, Boric! Jó éjszakát, Szergej! Jó éjszakát, Mr. Lermontov! Jó éjszakát! Jó éjszakát, Boris! Jó éjt, Szergej! Köszönöm, Monsieur Wooden, ennyi volt. Jó éjszakát, Boris! Szervusz, Grisa! Wooden? Mi? Mondja, melyik itt a legjobb étterem a tengerparton? A Reserve? Oui, oui, la Reserve! Jó éjszakát, Lermontov! Szervusz, Livi! Foglalj asztalt! Két személyre? Igen. Julien! Tessék! Nem is szóltunk Lermontovnak. Monsieur Dimitri? Nem, Miss Pécs, nincs a szabályában. Nem jött üzenetem? Monsieur Rato? Nem jött nekem valami üzenet? Ő sincs itt. Monsieur Lubov? 317-esben nincs itt. Monsieur Dimitri, épp most mondják, hogy mind átmentek vacsorázni a régi kikötőbe. Monsieur Lubovnak születésnapja van. Őt ünnepli. Igyátok! Igyátok csak! Igyátok, lelkecskéim! Figyelem! Jön a torta! Ah, merci beaucoup! Je suis bien tout! Regardez-moi! Quel... Ki az? Csak nem! Boris Lermontov! Szervusz, Grisa! Csatlakozhatom az ünneplőkhöz? Micsoda kérdés! Köszönöm a megtiszteltetést! Micsoda kérdés! Egy széket Boris Lermontovnak! Két széket Boris Lermontovnak! Adjatok utat a trónszékre! A trón a nagy Boleszlavszkijé! Üljön az én helyem! A főhely! A téged illet! Ülj csak le! Hát... Bizony elég rég volt, hogy együtt ünnepelt az egész család. Bár... Hát,
Úgy látom, a csodálatos Miss Page mégiscsak hiányzik a körünkből. Más tagja nem hiányzik ennek a boldog családi körnek? Nem. Nem, nem hinném. Nem csoda, Boris csak a munkájának él. Igyunk egy cseppet Lermontovra. Igyunk! Grisha? A santé! Ó, hát tudjuk, mennyire elmerül a munkájában Boris Lermontov, de azért nem esélyétek, hogy semmit sem vett észre. Nem kell ennyire felfújni. Boris, egy kis idill van kibontakozóban. Halálos szerelem! Romeo Custer. És Julia. Pécs. És mióta tart ez a szép regény? A piros cipellők óta. De kedves. És hová mentek ma este? Mit számít az, hogy hol van? Fő, hogy kettesben lehetnek, hogy fiatalok, együtt vannak és szerelmesek. Én mától fogva hiszek a sors rendelésében. Jó van, kedvesem. Boldog vagyok. Kocsis! Kocsis! Ne kecsd fel. De tudni szeretném, hol vagyok. Kocsis! Egy napon, ha már öreg leszek, jön egy kedves fiatal nő és megkérdezi. Mondja, Mr. Custer, hosszú és szép életében, hol volt a legboldogabb? És én azt felelem. Drága gyermekem, sose tudtam, hol az a hely. Valahol a földközi tengernél. Ott volt velem Victoria Page. Hogyan? Kiált fel a lány. A világhírű balerina. És én rábólintok. Igen, gyermekem, ő volt. Csak akkor még nagyon fiatal volt. És még nem volt elkényeztetve. Emlékszem, mi akkor nagyon szerettük egymást. Ezt összemosolygott közben Custerrel. Nem hinni. Azt akarja mondani, hogy rossz a szemem? Nézze meg, hogy bazak! Örömmel. Gyenge kezdő. Egy műkedvelő előadásom. Jó! Jó! Jó, akkor csütörtökön. Jó estét, Mr. Lermontov. Az anyag még egy kicsit fésületlen, de látom, már belenézett. Igen, Mr. Custer. Már belenéztem. De pillanatnyilag nem a zenéjéről akarok beszélni magával. Hogy a lényegre térjek, mi van maga és Miss Page között? Vagy úgy.
Kérem, Dimitri. Menj ki. Nos, Mr. Craster. Szóval, szeretjük egymást. Értem. Látta Miss Page-et tegnap a hattyúk tavában? Én vezényeltem. És tetszett? Soha életemben nem láttam szebbet. Szörnyűségesen rossz volt. És tudja, miért volt rossz? Mert nem szívvel, lélekkel csinálta. Mert álmodozott. És az álmodozás luxusa tilos az én társulatomnál. Miss Page nagy táncos akar lenni. Talán beszélt magának az ambícióiról. Ó, hogyne. Jelenleg azonban még nem tart ott. És nem is lesz soha nagy művész, ha ostoba kis flörtökre fecsérli az idejét. Mr. Lermontov, ön félreértett. Ez komoly, nagy szerelem. És Mr. Craster, visszatérve a szép Molnárnéhoz. Igen. Az is csapnivalóan rossz. Nem igaz. Jó. Gyerekes, közönséges és egészében jelentéktelen. Ha így véli, visszaveszem. Vannak más jó balettársulatok is, ahol próbálkozhat. Talán sikerül. Nem az a leghőbb vágyam, hogy balettzenéket írjak. Sokak szerint a balett másodosztályú kifejezési forma. Oui, monsieur Lermontov? Mr. Craster kilép tőlünk. Két heti fizetés jár neki. Kérjen nyugtát. Reflektor, sur moi, toujours sur moi. Mesterem, hadd kívánjak szép jó éjszakát. Jó éjszakát. Valami baj van, Boris? Nem, nem, de hogy el ne felejtsem, ne dolgozzatok tovább az új balettel, töröljük. Töröljük? Hogy? Már félig kész vagyok a koreográfiával. Ez a Julian gyerek nagyon tehetséges. Ilyen jó balettzenét még nem hallottam. Julian Craster távozik a társulattól, és erről többé nem akarok vitatkozni. Ó, nem akarsz? Hát én akarok. Azt hiszed, nem tudom megítélni, ha kincset kapok a kezembe? Azt hiszed, azért dolgoztam heteken át, éjt-nappal látéve, hogy közölje velem uraságod, csak az időmet pazaroltam? Hát ezt már nem, Boris. Torkig vagyok ezzel az egész bolond, kavarodott tébolydával. Elegem van ebből! Felmondok! Súlyos döntést hoztál, Jubov. Ennyi a gyerekek! Hát nem szép a szerelem? Bonsoir! Jó estét! Na, mit mondott? Hát persze, hogy nem akarja, hogy elmenj, Grisham. Csak nagyon rossz kedvű volt. Azért beszélt. Jó, akkor még én is meggondolom. Esetleg. Mi van Julian-nál? Még sohasem láttam ilyen elkeseredettnek. Össze-vissza beszélt hálátlanságról és hűtlenségről, és azt mondta, hogy ha személyes kapcsolatok keverednek a... Ezt már ismerem. Drága gyermekei, nagyon szomorú vagyok. Reggelre kialussza a dühét. Reggelre? Reggel Párizsba utazik a 8-15-ös vonattal.
a híres Miss Page kikísér a vonathoz. Beszélni akarok magával. Tudni akarom, mi baj a Julian. 3 perc múlva indul. Ha nem haragszik Miss Page, ez alig ha tartozik magára. De ha már ide fáradt, ezért... Mr. Craster meggondolatlanul keresztezte a terveimet. Ezt én semmiképpen sem tűrhetem. Azelőtt azt hitte Mr. Lermontov, hogy az életemben csak a táncnak van helye. Majd rájön, hogy így is van. De ha Julian elmegy, én is vele megyek. És mivel szándékozik foglalkozni? Máshol is táncolhatok. Hát persze. Én már híressé tettem, nem lesz nehéz. Feltéve, ha felbontom a szerződésünket. De ha megteszem is, az már nem lesz ugyanaz. Ezzel sohasem áltattam magam. Olyan balettáncost faragtam volna magából, amilyen még nem volt a földön. Elhiszi nekem? Igen, elhiszem. És magának ez semmit sem jelent? Maga tudja a legjobban, hogy mennyit jelent. Indul a vonat! Ég önnel, Mr. Lermontov. Miss Page leszáll! Hurrá! Miss Victoria Page és Julian Craster tegnap Londonban házasságot kötött. Tisztelettel, Dimitri. Szabad! Késett! Megterhelő volt a feladat? Minden megvan. A rendelkezései írásban. Boris, csak azt ne mondja, hogy megint meggondolta. A lányt nem korlátozom semmiben. Táncolhat ahol és amikor akar. Kivéve a piros cipellőket. És mi legyen a fiúval? Az más eset. Amit a társulatnál írt, az az enyém.
A piros cipellők és a szép molnárnéból, ami elkészült. Egyéb munkái nem érdekelnek. Ha műsoron tartjuk a piros cipellőket, jár neki a tátyém. A piros cipellőket kivettem a repertoárból. Ha jól tudom, Patrick Trevelyan Párizsban van. Igen. Tegnap este együtt vacsoráztunk. Ó, Boronszkaja is ott volt? Igen. Tehetek valamit? Milyen a házasságuk? Boldogok? Patrick csak úgy ragyog. Akar találkozni Irinával hivatalosan? Hivatalosan? Véletlenül. Jó ét, Irina. Jó évadunk volt. A Lermontov balettnek mindig. Jó ét, Boris. Jó ét, Szergej. Szergej, ráérnél egy percre? Természetesen, Boris. Jó éjszakát, Boris. Grisa, maradj még egy kicsit. Jó kép. Levelek. Csak nekem nem ír senki. Nagy tévedés. A tied. Vikitől. Vikitől? Hogy van a kislány? Olvasd el a levelét. Julian is írt. Új operát szerzett. Főbb vonásokban itt van az egész. Rendkívüli tehetség a fiú. Azt írja, a felesége ihleti. Kész csoda. Köszönöm, Budán, végeztünk. Merci. Au revoir. Jó ét. Látom, bőven jött posta. Ami két kis lázadónk is írt. Dezertőrök. Legalább boldogok. Olvasd el. És az övét is. Sokat vesztettünk ezzel a fiúval. Kétlem. Egyébként Jack elküldte már a szép Molnárné új partitúráját. Nekem tetszik. Remélem egyetértésre találok. Ezzel nyitunk Londonban. Irinával? Még megbeszéljük. Csupa könnyedség, derű, lendület. Vess bele egy pillantást, de mellőzd az előítéleteket. Néha te is megtehetnéd. Mindig megteszem. Jó ét, uraim! Jó ét! Jó ét, Boris! És esetleg elolvasnám a többi levelet is. Az enyémben csupán személyes vonatkozások vannak. Szervusz, Boris! Jó ét, Szergej! Én nem adhattam oda neki. Viki azt írja róla, hogy szörnyeteg, egy zseniális, kegyetlen szörnyeteg. Kár, hogy nem adtad oda.
Bocsánat, hogy ilyen későn zavarom, de... Lady Neston Monte Carlo-ban van. Reggel érkezett, és néhány hétig itt marad. És Miss Page is ide látogat hozzá a jövő héten. Látszik, az a sorsunk, hogy állomásokon találkozzunk. Hogy kerül maga ide? Magát vártam. Nem ülünk le? Tudja, drága Vicky, ragaszkodom a jó táncosaimhoz. Nagyon hiányzik nekem. De talán most már mi is kezdünk hiányozni magának. Egy kicsit. Nagyon. Csak egy szavába kerül. Hogy van a társulat? Engem is beleértve? Magát is. Soha jobban. És Grisa? Folyton veszekszenek Boronszkajával. És ő? Folyton veszekszik Grisával. És az öreg Szergej? Fiatalodik. És maga? Öregszem. És maga? Boldog? Igen, boldog vagyok. A pályát kérdeztem. Mostanában ritkán táncolok. Ó, tudom, minden fellépéséről tudok. De nem hagyta abba. Nem. Szorgalmasan eljár a próbák. Igen. A férje miért nincs itt? Az operáját elfogadta a Covent Garden. Folynak a próbák. Ő is feladna a maga kedvéért? Nem tudom. De tudja. Nem kértem rá. És ő miért kérte? Tudta egyáltalán, hogy mit kér? Éppen bemutatóra készülünk. Hetek óta dolgozunk rajta. A jelmezek, a díszletek óriásiak. Ratov sose csinált jobbat. Grisa teljes gőzen hajt. Tudja milyen. A piros cipellőket nem táncolta senki, mióta elment. Nem is fogja senki más. Húzza fel a piros cipellőket, Vicky. Táncoljon nekünk újra. A Lermontov Balett gála előadása, a piros cipellők, fellép Victoria Page. Kedves hallgatóink, itt a BBC 3-as programja. A londoni Covent Garden Operaházból adunk közvetítést. Bemutatásra kerül egy új opera, a Cupido és Psziché, az ifjú angol zeneszerző Julian Craster műve. Első munkája egy balettzene volt, a Piros cipellők, mely tavaly vált ismerté, amikor a híres Lermontov Balett Monte Carlo-ban bemutatta. Sajnos nálunk még nem játszották. Úgy látszik, valami fennakadás van, valaki a függöny elé lépett, hogy bejelentést tegyen. Hölgyeim és uraim! Sajnálattal kell bejelentenem, hogy Julian Craster, aki saját operáját vezényelte volna ma este, váratlanul megbetegedett. Helyette Sir Hartley Wingis fog vezényelni. Sir Hartley Wingis már a pulpitusra lépett. A szereposztást csak a szünetben fogom ismertetni. Egész úton abban reménykedtem, hogy tévedek. Nem tévedtem. Ott hagytad a bemutatót? Igen. Julian! És te maradsz? Végre! Most már minden jó lesz, szerelmem. Van egy vonat Párizs felé 8-kor. Elmegyünk vele. Siess, öltözz át. De én nem mehetek. Miért nem?
Jó estét, Mr. Craster. Nem hiányolják a Covent Gardenben? Vígyasze! Az Isten szerelmére hagyjatok! Könyörgök, Julian, várd meg az előadást! Akkor már késő lesz. Már most is késő van, Mr. Craster. Mondja meg neki, miért hagyta el. Én nem hagytam el. De elhagyta. Senkinek sincs két élete, és a maga élete a tánc. Viki, táncolhatsz máshol is, előtted a világ. Sehol a világon nem táncolhat úgy, mint itt. Csak én mellettem lesz nagy művész, ha az lesz. Maga jó táncost faragna belőle? Soha. Mit gondol, miért tettem meg mindent attól a percről fogva, hogy megszöktette tőlem, hogy visszaszerezzem? Féltékeny volt rá. Igen. Féltékeny. De nem úgy, ahogy maga gondolja. Monsieur Lermontov, faut-il tenir le rideau? Oui. Vicky. Szeretlek, Julian. Egyedül csak téged. A piros cipellőket jobban szereted. Én nem tudom. Nem tudom. Ha most elmegy vele, többé nem veszem vissza soha. Vicky. Elárulnád a szerelmünket? Kamaszos szalánság. Jó, hát csak menjen! Menjen el vele! Legyen takaros kis háziasszony! Nevelje a sivítozok kölykeit, és azt is felejtse el, hogy valaha táncolt! Miki, nézel! Vicky, Vicky, kicsi Vicky-kém. Itt mindenki sokot vár magától. A bánat hamar elszáll, meglátja, az élet olyan keveset ér. De mától fogva, míg csak él, táncol! Úgy táncol, mint még soha! Senki! Hölgyeim és uraim, megrendült szívvel jelentem be, hogy Miss Page
fellépése ma este elmarad. Nem fog táncolni. Már soha többé. Társulatunk mégis úgy határozott, hogy bemutatja a piros cipellőket. Ez a balett volt az, mely őt híressé tette, és amelyet ő tett híressé. Most eltáncoljuk nélküle. Mert ő is így kívánna. Igen, drágám. Vedd le rólam a piros cipellőt.